Halászati ügyekért felelős attasék látogattak Szarvasra, ahol informális tanácskozás keretében tárgyaltak a hamarosan megújításra kerülő Európai Halászati Alapról, a közös halászati politika reformjáról, illetve a halászat és haltermelés jelenlegi feladatairól. A magyar haltermelők érdekeit az európai döntéshozatali folyamatban hazánk halászati attaséja képviseli Brüsszelben. Ezen a hétvégén a tagállamok attaséi érkeztek városunkba, hogy kötetlenül tanácskozzanak, hiszen hivatalos ülésekre rendszeresen sor kerül. Formális találkozásra szinte minden héten sor kerül. Ez a külső és belső halászatpolitikai munkacsoport, tanácsi munkacsoport, ami Brüsszelben ülésezik. Ez nagyon gyakran összeül, tehát ott szinte hetente találkozunk ugyanezekkel az emberekkel. Ez valóban egy informális ülés, ennek a célja sokkal inkább az emberi kapcsolatok és a szakmai kapcsolatok elmélyítése. Az Európai Unió soros elnöki posztját fél éven keresztül Magyarország tölti be. A halászati attaség tanácskozásának helyszínéül Szarvast választották, ami nem véletlen, hiszen a Haki és a térségben található haltermelő vállalkozások jelentős bázisát képezik az európai akvakultúrának. A szervezők között volt olyan, aki ellenezte a szarvasi találkozót, ám a Haki presztízse okán mégis bekerült Szarvas az elnökségi programok helyszínei közé. Hogy végül is Szarvasra került a rendezvény, azt gondolom, hogy az elismerése annak a munkának, ami itt folyik részben a Hakiban, részben pedig más gazdálkodóknál, hiszen Szarvas nem csak amiatt az európai akvakultúra egyik fontos központja, mondhatnám fellegvára, mert itt van a Haki, hanem amiatt is, hogy itt a halászati munkának nagy hagyománya van. Itt vannak vállalkozók, élenjáró vállalkozók, hogy csak a szarvasfist említsem, amelyik Európa legnagyobb afrikai harcsa termelője, vagy itt van a Haltáp Kft., amelyik Magyarországon az első és hát kiemelkedő fontosságú haltakarmánygyártó üzem. Itt van a Magyar Akvakultúra Szövetségnek a központja, sőt, hát nemzetközi hálózatnak itt van a központja, a Kelet-Európai Akvakultúra Központok hálózatának is itt van a központja. Tehát én azt gondolom, hogy ha európai akvakultúráról van szó, akkor Szarvas kihagyhatatlan. A soros elnökség nem arról szól, hogy folyamatosan problémáinkat hangsúlyozzuk az Unió különböző platformjain, hanem egy jól átgondolt stratégia mentén dolgozva igyekszünk saját malmunkra hajtani a vizet, így hosszú távon válik kifizetődővé elnökségünk. A soros elnökség az közvetlenül nem nyújt általában a tagországoknak lehetőséget arra, hogy saját céljaikért, saját érdekeikért lobbizanak, de nyilván ebben az időszakban a magyar államigazgatás és az elnökségben résztvevő miniszteri munkatársak kicsit jobban ellátottak információval, mint általában, és esetleg kicsit több helyen el tudják hinteni a magyar érdekeket, mint általában. Azért mi erre készültünk, és az elnökség előtt írtunk egy rövid úgynevezett stratégiai összefoglalót, hogy mik azok a fontosabb kérdések, amelyekben Magyarország a következő időszakban, az elnökség időszakában lobbizni akar és szeretne eredményeket érni az Unióban. Ezt a tanulmányt mi megvitattuk a szakmai szervezetekkel, megvitattuk ezt házon belül a minisztériumban is, ez egy széles körű egyetértésen alapuló dokument lett, és végig az elnökség alatt aztán e-dokumentum alapján jártunk el, e-dokumentum szellemében lobbiztunk. Az édesvízi akvakultúra fejlesztése kitörési pont lehet Európa haléségének csökkentése érdekében, hiszen jelenleg a halfogyasztás nő a kontinensen, de az igényeket több mint 70%-ban importhallal elégítik ki. Ez az állapot hosszú távon tarthatatlan, így a közös halászati politika megújításakor hazánk is igyekszik minél nagyobb teret és támogatást nyerni az édesvízi akvakultúrának. A lobby nyitott fülekre talált, hiszen a tengerügyekért és halászatért felelős biztosasszony Mária Damanaki is elismerte a törekvés fontosságát. A legnagyobb eredmény talán az volt, hogy maga a biztosasszony, tehát a területnek a legfőbb európai képviselője mondta ki azt, hogy igen, az EU komolyan akar foglalkozni azzal, hogy hogyan lehet jobban kihasználni az édesvízi haltermelésben rejlő lehetőségeket. A szarvasi találkozó egyik fontos eleme a kapcsolatépítés és az attaség tájékoztatása volt, hiszen általuk a döntéshozók munkáját is segítjük. Jelentős eredménye volt ennek a mai és a tegnapi látogatásnak az, hogy a brüsszeli döntés előkészítés legelején, a kezdeti szakaszában résztvevő attasék
nagyon sokat láttak és hallottak és tanultak arról, hogy mik a problémák, mik a lehetőségek az európai édesvízi akvakultúrában. Ők nem ismerik ezeket a részleteket. Most itt ezt láthatták, hallhatták, saját szemükkel megnézhettek bizonyos technológiákat. Én magam is az előadásomban igyekeztem hangsúlyozni azokat a kritikus elemeket, amiket a döntés előkészítőknek tudniuk kell. A számunkra kedvező döntések meghozatala érdekében szakmai helyett inkább szakmapolitikai előadások hangzottak el a tanácskozáson.